Unod a gyaloglást? Tarts velem és megmutatom, hogyan szerez lovat. Baszt. Ez nagyon gyors. Első lépésként ki kell, hogy nyissuk az istálló technológiát, melyet a mezőgazdasági technológia külön fogtok megtalálni. Az istállóhoz 2000 pont fog kelleni. Ahhoz, hogy elérjétek ezt a pontmennyiséget, mezőgazdasági tevékenységet kell, hogy folytassatok. Legyen az állattartás vagy földművelés. Ha kinyitottad a technológiát, építs fel az istállót. Ezt követően takarmányra lesz szükséged. Takarmányt kettőféleképpen tudsz szerezni a játékban. Az egyik, te magad készíted el a pajtában. Takarmányt rozsból, zabból és szalmából fogod tudni elkészíteni. A másik megoldás pedig az, hogy a falusiaktól vásárolsz takarmányt. Miután megvan a takarmány, töltsd fel az istalban elhelyezkedő etetőt, az etetőt középen fogod megtalálni fenn. Az etetőt az interakció gomb lenyomásával fogod tudni megtölteni. Miután a takarmánnyal megvagy, rengeteg ezüstre lesz szükséged, egy felnőtt ló képesség nélkül 10500 ezüstbe fog kerülni, egy csikó pedig 5250 ezüstbe fog kerülni képesség nélkül. Hogyha a képességeknél a diplomácia felületen kihúztad a cserekereskedelem képességedet, akkor ebből a zárból tudsz majd lejjebb paragni. Érdemes egy fiú és egy lány lovat beszerezni, hogy később szaporodjanak. Hogyha spórolni akarsz, akkor az egyik nemű lovat vedd meg felnőttként, a másikat pedig csikóként. A csikónak másfél évbe fog telni, mire felnő, viszont így lesz egy fiú és egy lány állatod, és így tudsz majd lovat tenyészteni a későbbiekben. Ügyelj arra, hogy a ló vásárláson kívül venned kell majd nyerget. Nyeregre lesz szükséged, hogyha fel akarsz tudni szállni a lóra. Nyereg nélkül nem fogod tudni meglovagolni. Önmagában ez már elég lenne, viszont érdemes még az alábbi dolgokat is beszerezned. Szükséged lesz nyeregtáskára. Ha veszel nyeregtáskát a lovadra, akkor növelni fogod majd a teherbírási kapacitását, illetve ha veszel hozzá vaspatkót is, akkor kevesebb staminát fog felhasználni a lovad futás közben. Az én esetemben nem fogom ezeket újra megvásárolni, mivel én már tartok szamarat. Szamaram felszerelését át fogom adni majd a pacira. Miután a szükséges ezüst mennyiséged megvan, Hornikába kell, hogy lemenjél, amelyet délen fogsz megtalálni. Vigyázz, az út nem veszélytelen, találkozhatsz banditákkal, illetve farkasokkal, ahogy mész oda. Így hát érdemes valamilyen fegyvert magaddal vinni. Hogyha most kezdted a játékot, és még nincs elég ezüstöd, illetve technológia pontod az istálló kinyitásához, akkor érdemes a szamár beszerzésén is elgondolkodni. Szamár istálló kinyitásához mindössze 250 technológia pontra lesz szükséged, és sokkal kevesebb ezüstér is be tudod szerezni. Egy jó alternatíva lehet, ha még egy lóra készen nem állsz. Ezzel kapcsolatban készítettem egy videót, link a leírásban megtalálható. Hogyha informatívnak találod ezeket a videókat, akkor kérlek iratkozz fel, sok munka van ezekben a videókban. Miután megvan a szimpatikus lovad, menj oda hozzá, és az interakció gomb lenyomásával vedd meg. Ezt követően jelöld ki az istállót, amelyikbe el akarod helyezni, majd jelöld ki azt a helyet, ahova be akarod őt majd terelni. Ha ez megvan, a lovad át fog teleportálni az istállódban, és már csak egy dolgunk lesz, felszerelni nyereggel, nyeregtáskával, illetve patkóval. Ezeket a felszereléseket be fogod tudni szerezni az istállónál lévő árusnál. Hello, friend. Best goods in the valley. Miután visszaértél a bázisra és van nálad nyereg, nyeregtáska, illetve patkó, nincs más dolgod, mint oda menni a lovathoz, és az interakció gomb nyomva tartásával, hogyha nem fordít hátat a lovad neked, felnyergelni az újdonsült cimborádat. Ezt követően a hátas a tiéd, az interakció gomb rövid lenyomásával pedig át tudod rakni a nyeregtáskát, illetve patkót az állatod inventoriába. Miután ezzel megvagy, menj be a leltárodba, és lent láthatod, hogyha megnyomod a H betűt, akkor át fogsz váltani a hátasodnak a leltárjára, és itt rakd fel a nyeregtáskát, illetve patkót az állatra. Ezt követően a lovat készen áll a kalandra. A menedzsment felületen az istállóhoz hozzá tudsz rendelni egy munkást, a munkásod be fogja gyűjteni a lovak által termelt ganét, illetve ügyelni fog az állatok etetésére, valamint segíteni fog az állatok szaporodásában is. Amit még érdemes tudni, bal alsó sarokban pirossal láthatod a lovad életerejét, a ló nem halhatatlan, tehát óv meg a sérülésektől. Zölddel pedig láthatod a lovad állóképességét, hogyha a shift lenyomásával sprintelsz, akkor a lovad egy idő után ki fog fáradni. Viszont a képesség felületen, gazdálkodás résznél tudod fejleszteni az állatod képességeit, valamint van egy nagyon hasznos skill, amit érdemes kitanulni, ez pedig a falusi füttyös nevezetű képesség. Hogyha megtanultad a füttyös képességet, akkor a G betű lenyomásával a lovadat bárhol a térképen oda tudod hívni magadhoz, és nem kell, hogy felügyeld állandóan, hogy merre jár.